Sziasztok! A mai vendégem a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatója és az a Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvosi Karának és Természettudományi és Informatikai Karának immunológiai tanszékvezető egyetemi docens, Búzás Krisztina. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kezdtem is az első kérdéssel. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan alakul a védettség, ha valaki megfertőződik? Szia Péter, sziasztok! Megpróbálok nagyon közérthető és hasznos információkat adni, és természetesen bármilyen kérdés fölmerül, akkor azt a chat funkcióban fogjuk tudni kezelni. Ugye nagyon sok emberben fölmerül most a kérdés, hogy ha már ő átesett a COVID fertőzésen, akár úgy, hogy tünetei voltak, akár tünetmentesen, de valamilyen teszt kimutatta azt, hogy ő COVID vírussal, vagy hát a COVID megbetegedést okozó vírussal megfertőződött, hogy akkor védett-e, tehát nyugodtan mehetne karácsonyozni a nagymamához, illetve kellene neki félnie a bevásárlóközpontokban attól, hogy újra meg fog fertőződni. Nagyon jó volna, hogyha erre egy ilyen nagyon egyszerű választ tudnánk adni, de erre sajnos a válasz nem ennyire egyszerű. Először is azt szeretném elmondani, hogy a COVID-19 megbetegedést okozó vírus ellen, mint minden vírus ellen, a szervezetünkben két különböző vonalon alakul ki immunitás. Van az úgynevezett humorális immunitás, ami ellenanyagok általi védettséget jelent, és van egy sejtes immunitás, amely pedig az immunsejtjeink által biztosított védettséget jelenti. Az elsőt, amit az ellenanyagok biztosítanak, azt a védettséget nagyon könnyen rutinszerű tesztekkel, már az úgynevezett ELISA tesztekkel ki lehet mutatni. A celluláris immunitásnak a megmutatása az nem ennyire rutinszerű, azt nem tudjuk ennyire könnyen kivitelezni, és nem ilyen könnyen elérhető egy különböző laboratóriumokban. A tapasztalat az azt mutatja, hogy azok a páciensek, akik úgy estek át a COVID-19 betegségen, hogy voltak tüneteik, tehát lázasak voltak, izomfájdalmaik voltak, adott esetben légzési nehézségeik voltak, fájt a torkuk, azoknál a betegeknél, a nagy részüknél megtalálható az ellenanyagválasz, amely nagy valószínűséggel hosszabb, rövidebb ideig ad egy bizonyos védettséget az újrafertőződés ellen. Azoknál a betegeknél, akik nem estek át tünetes perióduson, tehát akik úgy estek át ezen a megbetegedésen, hogy csak egy teszt kimutatta a pozitivitást, de ők magukon nem érzékelték ezeket a tüneteket, önálluk a sajnos úgy tűnik, hogy az ellenanyag válaszok is sokkal gyengébbek, gyakorlatilag a detektálhatósági határ alatt maradnak. Az, hogy a sejtes immunitásuk milyen azoknak a betegeknek, akik akár tünetekkel, akár tünetmentesen átestek a megbetegedésen, erre sajnos nagyon nehéz válaszolni. Erre egyelőre még azt hiszem, hogy egyetlen kutató sem tudná felelősségteljesen kijelenteni, hogy védettek vagy nem védettek, hogy van sejtes immunválaszuk vagy nincs sejtes immunválaszuk, mert hát ez egy nagyon új típusú megbetegedés, és bár gőzelővel dolgoznak rajta a kutatók, erre sajnos határozott választ nem tudunk adni. Azt gondolom, hogy az nem nagy probléma, ugye Péter, hogyha a saját környezetemből hozok példákat. Én azt hiszem, hogy ez közelebb hozza az embereket ehhez az egész szomorú történethez, ami most zajlik. A baráti körömben 4 tagú család, mind a 4 tagja COVID pozitív volt, 3 tagjának tünetei is voltak, a 4. tagja ennek a családnak, ő tünetmentesen esett át a fertőzésen, és sajnos a 3 egyébként tünetekkel a fertőzésen áteső betegből csak egy embernél lehetett egy nagyon-nagyon enyhe ellenanyag választ tapasztalni. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy most már ugye a nagyon nagy számú megbetegedésnek a visszakövetése azt mutatja, hogy aki tünetekkel esett át a megbetegedésen, annak hosszabb, rövidebb ideig valamennyi védettsége van a vírussal való újbóli fertőződés ellen, de hogy ez a védettség ez milyen hosszú ideig tart, és mennyire erős, ez
annyiféle, ahányfélék mi vagyunk. Nagyon szépen köszönöm az első válaszodat, azt hiszem, hogy ez mindenkinek nagyon hasznos. És figyelj csak, a második kérdésem az lenne, hogy mi a különbség a fertőzéssel és az oltással megszerzett immunitás között? Alapvetően azt kell, hogy tudatosítsuk magunkban, hogyha valaki megfertőződik ezzel a vírussal, akkor az többnyire a nyálkahártyákon keresztül történik. Az orr nyálkahártyán, a száj nyálkahártyán keresztül ez az általános út. Tehát belélegezzük, vagy egyszerűen szennyezett kézzel a szánkhoz, orrunkhoz nyúlva magunkra kenjük a vírust. Hogyha védőoltást kapunk, akkor az a védőoltások nagy részénél, és többnyire a COVID ellenes vakcináknál is, ez izomba történik. A nyálkahártyákon teljesen más típusú immunsejtek, teljesen más típusú immunválaszok alakulnak ki, mint azokban az immunsejtekben, amelyek az izmainkban találkoznak ezzel a vírus darabkával. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha nagyon-nagyon szeretném leegyszerűsíteni, akkor ez lehet annak az oka, hogy adott esetben a vírussal való megfertőződés után sem alakul ki immunválasz, míg hogyha izomba kapjuk ezeket a vírus partikulákat, vagy ezeknek a vírus partikuláknak az előállítására alkalmas genetikai parancsokat, akkor az az immunválasz tartósabb és adott esetben speciálisabb lesz. Tehát úgy kell fölfogni ezeket a védőoltásokat, minthogyha az immunrendszerünk személyi edzői lennének, amik folyamatosan ugrásra készen tartják az immunrendszerünknek a védekező elemeit, hogy azok akkor és olyan módon tudjanak elindulni, amikor és ahogyan kell, és megbetegedés nélkül is kialakuljon az immunitásunknak egy olyan emlékező képessége, egy olyan készültségi állapota, amely segít megvédeni a szervezetünknek a biológiai identitását, segít megvédeni bennünket a megbetegedéstől. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes hasonlat volt, amire egyébként én úgy gondolom, hogy fogok nagyon jól emlékezni a jövőben. És a következő kérdésem az lenne, hogy mi a helyzet a krónikus betegekkel és a krónikus betegeknek az oltásával? Ugye senkinél nincs nála a bölcsekköve. És ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk, ahogy ezt már mondtam. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bizonyos típusú krónikus betegségeknél mindenképpen oltani kell, semmiféleképpen nem szabad oltani, hogyha valaki bármiféle immundefektusban szenved, hogy azt semmiképpen ne oltsuk, hogy azt mindenképpen oltsuk, mert egész egyszerűen annyiféle genetikával, annyiféle genetikai háttérrel, annyiféle reakcióképességgel rendelkezünk, tényleg ahányan élünk ezen a földön. Én azt gondolom, személyesen nagyon-nagyon sok orvos kollégával, baráti jó viszonyban vagyunk. Higgy el mindenki, hogy senkinek nem akar a kezelő orvos a rosszat, senkinek nem akar a házi orvos a rosszat. Mindenkit a házi orvosa, a kezelő orvosa ismer leginkább. Tehát, hogyha valakinek krónikus betegsége van, vagy egyáltalán csak bizonytalan abban, hogy szabad-e neki fölvenni a védőoltást, illetve hogy szükséges-e számára a védőoltásnak a felvétele, kérdezzen. Nem szabad, én azt gondolom, a közösségi médiában dúló hangulatkeltéseknek a hullámaira fölülni. Meg kell kérdezni, nyíltan oda kell menni, meg kell kérdezni a háziorvost, meg kell kérdezni a kezelőorvost, mert ő fogja ismerni azoknak a betegségeknek a hátterét, illetve annak az egyedi betegnek a hátterét, adott esetben a családi körben előforduló egyéb betegségeket, amelyek segítségével biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb felelősséggel tudják majd eldönteni azt, hogy szükségük van a védőoltásra, illetve hogy mikor tudják fölvenni a védőoltást.
A védőoltással kapcsolatban én még arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy bármilyen típusú vakcináról is legyen szó, és itt nem csak a COVID-19 megbetegedést okozó vírusellenes vakcinára vonatkozik ez, hanem általában influenza ellen, vagy bármilyen gyermekbetegség elleni védőoltásról legyen szó. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy akkor, amikor fölvesszük a védőoltást, akkor ne legyünk betegek. És hogyha lehet, akkor hát nagyon próbáljunk arra vigyázni, hogy az elkövetkezendő napokban se kapjunk el semmilyen betegséget. De nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy fölvette az influenza elleni védőoltást, és hogy utána milyen beteg lett. Az influenza elleni védőoltást azt mindig az influenza szezon kezdete előtt néhány hónappal kezdik el oltani. Akkor próbálják meg ugye megtenni a megfelelő felhívásokat a házi orvosok, az üzemorvosok arra, hogy vegyék fel az influenza vakcinát a páciensek, amire persze még abban az időszakban senki nem reagál. Mindenki akkor kezdi el pánikszerűen oltatni magát influenzával, amikor az influenza szezon beindul, és akkor bizony könnyű már ráfertőződni a sok fertőzött között ezekre az oltásokra, és bizony, hogyha valaki ráfertőződik egy védőoltásra, akkor az beteg lesz. Tehát azért ahhoz, hogy a védettség kialakuljon egy védőoltás felvétele után, védőoltástól függően, de azért 7, inkább 14-21 nap az, amikor a védettségünk kialakul. Úgyhogy a védőoltás felvételénél arra mindenképpen figyelni kell, hogy ne legyen hőemelkedésünk, ne fájjon a torkunk, ne legyen hasmenés, tehát hogy mindenki teljesen egészséges állapotba vegye fel a védőoltást, és a védőoltás felvételét követő néhány napban is próbáljon meg nagyon vigyázni magára, hogy ne történjen meg egy felülfertőződés. Hú, azt hiszem, hogy ezt egészen sokáig tudnám még hallgatni. Egy csomó érdekes dolgot megtudtam. Egyébként nagyon közeli ismerőseim pontosan azt mondták nekem, hogy az influenza elleni oltást még nem veszik föl, mert még nincs itt a szezonja, úgyhogy akkor itt a bizonyíték, hogy ezt miért kell... És nem tudom, hogy a tegnapi adásunkat esetleg látta, de játszottunk egy kicsit az antigén tesztekkel, és kijött, hogy az erdei vegyes gyümölcslé az koronavírus fertőzött, nyilván nem ez jött ki, hanem az, hogy pozitív csíkot adott. Esetleg immunológus szemmel tudnál le nekünk egy pici kommentet mondani, hogy ez mitől is lehetett. Nem próbáltunk mi valamilyen okosságot összehozni, amit az interneten látunk, de szerintem te jobban rálátsz erre, és esetleg egy picit el tudod magyarázni, hogy mi is történt. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy amikor egy SARS-CoV megbetegedést okozó vírusra specifikus tesztet szeretnétek kipróbálni, akkor ti az adekvát kérdést kell, hogy föltegyétek. Tehát azok a tesztek úgy vannak kitalálva, hogy a vírusnak az antigénjét tudják megkötni. Megkérdezed a tesztől, hogy ebben a lögyben, amit ráöntök, van COVID-19 megbetegedést okozó vírus antigén, vagy nincs. Hogyha van, akkor nyilván ez egy pozitív csíkot fog adni. Zsebórát sem javítunk kalapáccsal. Hogyha te nem a megfelelő kérdést teszed föl, akkor miért gondolod, hogy megfelelő választ fogsz kapni? Tehát a kólának a ráöntése, vagy mondjuk esetetekben ugye a gyümölcslé ráöntése, az nem a megfelelő kérdés volt. Arra nem tud ez a teszt válaszolni. Tehát én azt gondolom, hogy minden teszt, tehát az adekvát teszt, az adekvát kérdést kell föltenni, de egyébként ott a savas közeg az, amely nagy valószínűséggel ezt a C-reakciót előhívja ezeken a teszteken, de mondom, egyszerűen nem a megfelelő kérdést tettétek föl. Erre ő nem tudott válaszolni. Oké, köszönöm szépen. Akkor talán nem lőttünk nagyon messze a mi válaszunkkal sem. Köszönjük szépen a mai válaszaidat, és azt gondolom, hogyha így a vírusfertőzés és illetve az arra adott válaszunk az halad előre, akkor talán még egyszer meg fogunk kérni, hogy majd néhány újabb kérdésünkre, amik felvetődnek, válaszolj. Nagyon szépen köszönjük a mai beszélgetést. Szervusz! Nagyon szívesen. Nagyon szívesen, szervusztok!